itt a tavasz, és ez amennyire örömteli az emberek többsége számára, annyira vészjósló hír jó néhány olyan család számára, akiket a kilakoltatás fenyeget, mert hogy lejár a kilakoltatási moratórium, a vonalban itt van Udvarhelyi Tessa, a város mindenki aktivistája. Jó reggelt! Jó reggelt! Hány embert érinthet most ez a félelem? Hányan lehet, nem tudom, hogy van-e erre összesített adat, vagy talán nagyságrendekről beszéljünk. Több ezer, több tízezer ember, vagy család lehet? Hát ezt nehéz megmondani, ugye kilakoltatási végzés az nagyon-nagyon sok emberhez jut el. A tavalyi évben 4000 kilakoltatás történt, ami ugye azt jelenti, hogy ilyen végzést kiadtak, az emberek nem mentek el, ki kellett, hogy menjen a rendőr, tehát hogy így kvázi mondjuk, hogy erőszakkal kellett végrehajtani ezt a fajta kilakoltatást. Azt nem tudjuk, hogy most hány ember várakozik erre, vagy hogy hány emberrel történik az, hogy csak a moratórium miatt nem lakoltatták ki eddig, de nyilván ki fog derülni, meg egyébként ami talán még fontos, hogy ugye bár április 30-ig tart a kilakoltatási moratórium, a város mindenkihez folyamatosan a moratórium alatt is érkeztek olyan kérések, ahol olyan emberek kértek segítséget, akiket egyébként a moratórium alatt akartak kilakoltatni, mert valamilyen jogi kiskaput próbáltak találni, vagy egyszerűen csak nem vették figyelembe a törvényt. Van egy speciális közösség, akiknek a helyzete azért speciális, mert a kőbányai Bihari utca 8 percé alatt lakó szociális bérlakástömbben élnek. Ez egy olyan épület, amelyet az önkormányzat felújított a főváros segítségével, sőt egy ilyen nagyívű rehabilitációs, és nem csak épület, hanem talán társadalmi rehabilitációs program is elindulni látszott. Aztán valami történt. De hogy mi, azt igazából nem nagyon lehet érteni, de ezeknek az embereknek a helyzete most legalábbis kétséges. De miért pontosan? Igen, ezt nagyon nehéz megmondani, ugye 2011-ben adták át ezt az épületet, mármint hogy a felújított változatát, amúgy az 1930-as években építették valószínűleg, és egyébként most, ha az ember elmegy ehhez az épülethez, akkor hát nagyon sok budapesti örülne, hogyha egy ilyen helyen lakhatna igazándiból, mert ez egy felújított állapotban lévő ház, a lakások nagyon szép állapotban vannak, és igen, tehát szociális programot is bevezettek a felújítás mellett, tehát hogy az emberek is elég sok segítséget kaptak. Nincsenek hátralékok, hogyha jól tudom ott igazából. Hát van, akinek van hátraléka, de nagyon-nagyon kevés embernek van hátraléka, és azok az emberek, akikkel mi most dolgozunk, őnekik egyáltalán nincsen hátralékuk, és fogalmuk sincs, hogy miért kell elmenniük. Egyszer csak úgy döntött az önkormányzat, hogy le kell bontani ezt az épületet, azt nem lehet pontosan tudni, hogy miért. Ők azt mondják, hogy az életveszélyes, de erről semmilyen papírt nem látunk, tehát hogy kicsit olyan, mintha hasraütésszerűen egyszer csak azt mondták volna, hogy életveszélyes. És vannak ezek a családok, akiknek egyszer csak lejárt a szerződésük, és semmilyen döntés nem született arról, hogy ők hova menjenek, vagy mi lesz velük, hanem egyszerűen azt mondták nekik, hogy hát lejárt a szerződésetek, el lehet innen menni. És ami emellett érdekes, hogy viszont vannak olyan családok, akik nagyon hasonló szociális helyzetben vannak ugyanebben a házban, szintén lejárt a szerződésük, és kaptak cserelakást, tehát elhelyezte őket az önkormányzat. Uh-huh. Úgyhogy nem igazán értjük, hogy miért van az, hogy ebben a 70 lakásos házban bizonyos embereknek segít az önkormányzat, bizonyos embereknek nem segít az önkormányzat. Az önkormányzatnak egyébként jogi kötelezettsége lenne valamilyen, pláne mivel ugye itt gyerekes családokról vagy egyedülálló édesanyákról van szó, valamilyen lakhatási lehetőséget felajánlani? Hát ez egy nehéz jogi helyzet, hogyha valakinek úgynevezett határozatlan idejű szerződése van, akkor törvény szerint kötelező cserelakást biztosítani. Hogyha úgynevezett határozott idejű szerződése, akkor nem kötelező, viszont ebben az esetben az önkormányzat több alkalommal leírta azt, hogyha valaki több gyerekes, beteg, soha nem volt konfliktusa, nincsen tartozása, akkor ők vállalni fogják azt, hogy elhelyezik őket. És mégis bizonyos családok, akik megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, nem kapnak segítséget, és nem kapnak cserelakást, és igazándiból magyarázatot sem kapnak arra, hogy miért nem foglalkoznak velük. És ugye ez azért különösen felháborító, azt gondolom, mert hogy itt nem arról van szó, hogy a lakók miatt a ház rossz állapotba került, vagy hogy a lakók bármit is elrontottak, hanem az, hogy az önkormányzat iszonyatosan sok pénzért felújított egy
épületet, ami lehet, hogy most életveszélyes állapotban van, nem tudjuk, és ehhez képest mondjuk a lakók azok, akik megisszák ennek az egésznek a levét, és nem lesz hol lakniuk. Úgyhogy akkor is, hogyha nincsen jogi kötelezettsége az önkormányzatnak az ő elhelyezésükre, azt gondolom, hogy ez egy minimum erkölcsi kötelesség, hogyha mondjuk valaminek elrontom a felújítását, és a lakók semmilyen módon nem tehetők felelőssé ezért, akkor az a minimum, hogy nem teszem őket az utcára, hanem segítek nekik valahol máshol lakni. De egyébként szerintem a legfontosabb az lenne, hogy ez az épület megmaradjon. Tehát egy 70 lakásos felújított önkormányzati bérház ma Budapesten egy kincs, tehát hogy a legtöbb kerület megnyalná a tíz ujját, hogyha ilyen épület. Lennének. Hány gyereket fenyeget most a bizonytalanságot? Ezt tudom, hát mondta, hogy 70 családról van szó. Hát 70 lakásról, igen. Uh-huh. Igen, és annak egyébként most már körülbelül csak a ház felében laknak, mert ugye legtöbb embert vagy elhelyeztek, vagy kilakoltattak, és ebből, hát nem tudom... De hogy többségben van a gyerekesek? Persze, tehát hogy 10-15 családról van szó, akik határozott idejű szerződéssel vannak, és nem egyértelmű, hogy el fogják őket helyezni, vagy egyelőre nem kaptak erre ígéretet, és nekik a többségük az gyerekes, igen, de nem. Mi lesz a gyerekekkel ilyen helyzetben? Tehát, hogyha például nem tudják, bár, tehát nyilvánvalóan idős emberekért is ugyanúgy aggódhat az ember, de ugye a gyerekek esetében azért különösen kritikus, mert ilyenkor könnyen lehet, hogy elszakítják a szüleiktől egyszerűen anyagi okok miatt, ami viszont hát egy teljesen tolerálhatatlan állapot lenne, tehát ilyesmit nem lenne szabad csinálni. Tudom, hogy csinálnak ilyet, de hogy ezeket a gyerekeket fenyegetheti ez a veszély? Igen, és ez nagyon érdekes, és éppen tegnap beszéltem az egyik édesanyával, aki ott lakik a házban, aki felhívott és mondta, hogy folyamatosan jár ki hozzá a családsegítő környezettanulmányra, meg megnézni, hogy rendesen neveli a gyerekeit, nyilván rendesen neveli, és folyamatosan azt kérdezik tőle, hogyha innen el kell menni, akkor lesz-e hova vinni a gyerekeket, mert hogyha nem, akkor ugye gondolkodni kell valamilyen intézményellátásban, és hogy ő egyszerűen azt nem érti, hogy az hogy lehet, hogy mondjuk egy családsegítő vagy egy bármilyen önkormányzati hivatal nem azon gondolkozik, hogyha le kell bontani az épületet, akkor hova helyezzék el a lakókat, hanem tőle kérdezgetik, hogy mi lesz, hogyha el kell innen menni, akkor tudja valahova vinni a gyerekeket. És nyilván, hogy erre annak kell a válasznak, hogy igen, hiszen hogyha azt mondaná, hogy nem tudja sehol vinni a gyerekeket, akkor rögtön beindul a gyermekvédelmi rendszer, ami egyrészt logikus, nem akarják, hogy gyerekek az utcára kerüljenek, másrészt pedig katasztrofális, mert hogy nem a gyerekek kiemelése az, ami megoldja az ő lakhatási problémáikat, hanem az, hogyha együtt tudnak valahol lakni. Önök mit tudnak tenni azon kívül, hogy most nyilvánvalóan a nyilvánossághoz is fordulnak, mi is emiatt beszélünk erről. Láttam, meg tudjuk, hogy ha kell, akkor hogy milyen békés eszközökkel, de határozottan próbálnak megakadályozni, de hát lehet, hogy ebben az esetben ilyen akció már csak a lakás számok miatt is elég nehezen képzelhető el. Meg mennyire sürgős ez az ügy, tehát hogy mennyire közeli az esetleges kilakoltatás? Hát van, akinek elég sürgős, tehát ugye április 30-án lejár a kilakoltatási moratórium, és 3 olyan család biztosan van a házban, akinek már a kezében van a kilakoltatási végzés, és lényegében a végrehajtó csak a moratórium lejártára vár, tehát hogy akár már májusban is kilakoltathatják őket. Tehát mi fél éve körülbelül próbáljuk meggyőzni az önkormányzatot arról, hogy gondoskodjon ezekről az emberekről. Egyelőre sikertelenül, minden hónapban bemegyünk a képviselőtestület ülésére. Most is be fogunk menni, ez holnap lesz egyébként, ahol megpróbáljuk rávenni a képviselőtestületet, hogy vállaljanak felelősséget, illetve megy egy petíciónk a hang.hu oldalon, amit most már több mint 1100 ember írt alá, ami egyben egy levélküldő kampány is, ami azt jelenti, hogy lehet levelet küldeni a polgármesternek, alpolgármestereknek, illetve a képviselőtestületnek, tehát hogy próbálunk egyelőre nagyon békésen, de igen, tehát határozottan nyomást gyakorolni az önkormányzatra, felhívni az ő figyelmet arra, hogy itt mit készülnek tenni, ami egy nagyon embertelen, megfelelőtlen dolog. Az, hogy mi fog történni április 30 után, azt most egyelőre nem tudom megmondani. Mi nyilván készen állunk arra, hogy megvédjük ezeket a lakásokat, de reméljük, hogy nem kerül erre nem sor, kerül és hogy az önkormányzatot rá tudjuk venni, hogy mindenkinek vagy ezt a házat, vagy maradjon meg ez a ház, és mindenki lakhasson benne, vagy pedig mindenkinek megfelelő cserelakást adjon. Április 30-a előtt még keresni fogjuk újabb információkat. Köszönjük szépen. Udvarhelyi Tesszát, a város mindenki aktivistáját hallották. Viszont hallásra!